Baleset veszéllyel folytatjuk, mert hogy a balesetet megelőzni nem lehet, de meg lehet tanulni esni. Ja, az esés. Á, tudom, hogy esések iskolája. Beavatjuk önöket. Az Óbudai Szellő utcai Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézet tornatermében vagyunk, ahol Bea, a konduktor, speciális foglalkozást tart éppen. Lehajtja a fejét, keresztbe a kezét. Legugol, gördül és tompít. A mögöttem látható két kislány, Bogi és Réka már egy éve tanulják a különböző esési technikákat, amelyekkel jelentősen javult a biztonságérzetük és az egyensúlyérzékük is. Speciális állapotuk miatt ezek a gyerekek fokozottabban vannak kitéve az eséseknek, egyensúlyvesztéseknek. Az elesést megelőzni nem lehet, de az abból keletkező sérüléseket, baleseteket igen. Dobrotka Béla judoedző és szakembergárdája a helyes eséstudást tanítja meg a gyermekeknek. Egyéb más mozgásformákban is sokkal bátrabbak lehetnek, hiszen elsajátították azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy bármilyen helyzetben váratlanul reflexzerű választ tudnak adni. Melyiket szereted legjobban? Előre, hátra, oldalra? Előre. Előre. És miért pont azt? Már könnyű. Mindenféle készségét fejleszti ez az egész mozgás. Kihat az iskolai teljesítményére is teljesen, összerendezettebb a mozgása, a koordinációja sokkal jobb. Szeretsz esni? Igen. Miért jó esni? Azért, mert megtanulok esni. És ez fontos? Igen. Spasztikus agyi bénulással kezeli. Egyensúlyzavara is volt, illetve van még, de amióta ide jár az esések, eséstanra, Béla bácsi és Bea néni segítségével megtanult esni, koordinálni tudja, fel tudja ismerni az esés előzményeit, és fel tud rá készülni, illetve fel tudja mérni azt, hogy abban a szituációban ő hogy tudja megvédeni magát. Azért fontos igazán ez a mozgásforma, mozgásfejlesztés, mert ez egy speciális. Tehát, hogy egyik mozgás módszer sem ad az esésekre választ. Tehát ez egy egyedülálló dolog a világon, hogy kimondottan sérülteknek is segítséget ad egy rehabilitációs folyamatban is. Az esések iskolája nem önálló sport, de egyedi mozgáskottájának segítségével egy biztonságosabb életminőséget tud nyújtani a különböző fogyatékossággal élő gyermekek számára is. És ez a kulcs szó, Szőke Viktória összefoglalóját látták, itt van körünkben Dobrotka Béla ödletgazda, és hát Jolán és Balázs pedig segíteni fognak majd itt különböző hát esési gyakorlatokat. Hogy mondjam, Béla? Szóval, mert hogy ugye most itt arról van szó, hogy picit megtanít bennünket is, amennyire időnk engedi, hogyha baj történik, akkor hogy tudunk esni? Igazából arról van szó, hogy a természetes mozgásokat egy kicsit átalakítjuk, és azzal elérünk egy olyan hatást, hogy az eséseket el tudjuk kerülni, ami gyakorlatilag mindenki fél tart, és ez jogosan, mivel olyan velünk született képességek vannak, amik egyfajta reflexeket produkálnak, ami megvédi a nagyobb sérülést az embereket, kiteszik a kezüket. Na most tud már instrukciót adni, hogy akkor itt igen, a Jolán és a Balázs tudja csinálni? Hogy a Balázs és az előreesésnek az alaphelyzetét csináljuk meg, és így védjük az előreesést. Uh-huh. Tehát nem nyújtjuk ki a kezünket. Igen, rátérhet a csukló, vagy van egy merev. Mi kinyitjuk a kezünket, kis felületre érkezik az a nagy test. Ugye gyerekkorunkban ez nem jelent gondot, mert ugye alacsony, kisebb a kis súlya, kitámaszt, hisz, hogy nem jelent problémát. Viszont... Na most ezt tanítja például 60 felettieknek is így, ezt a vetődést? Vagy ennek van külön formája, igen, és szenior formája is, vagy igen, egész máshogy állunk hozzá? De a Jolita Jolán szerintem meg fogja ugyanezt mutatni, hogyha hátul megkér. Előre esést is akkor, de rajta van egy mikroport. Tessék? Hát próbáljuk meg úgy, hogy annak ne legyen baja, de... Előre. Jó? Akkor egy előre. Igen. És ugyanúgy ez szépen levezeti a testet, tehát gyönyörűen, itt az a lényeg az egésznek, hogy a kéztompítással vezetjük le a testet. Tehát itt elnyeljük azt az energiát, ami gyakorlatilag a károsodást okozhatná. Egy megfelelő újbegy tenyér izomhas így van. Aha. Tehát úgy megy tenyér izomhasat használunk, és ez a mindennapi életünkben ez ugyanúgy jelen van, amikor felugrunk. De tudja, nekem most egy kicsit az is a dolgom, hogy egy kicsit kötözködök, mert én ülök itt a másik oldalon. És arra gondoltam, hogy ezek tudatos olyan cselekvéssorok, hogy erre ők most rákoncentrálnak, hogy így esnek. De adott esetben ott az a helyzet, ami egy tized másodperc alatt megtörténik a baj. Berögzül ez nekünk ez a feladatsor? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos azt tudni, hogy ha nem tanítjuk meg az agyat,
akkor egyértelmű, hogy nem tud olyan segítséget adni a testnek, hogy mit hajtson végre. De ha megtanítjuk, akkor gyakorlatilag kikapcsolva végrehajtja a testnek. Igen, abban igen, a helyzetben automatikusan, automatizált, így van, automatizáltá válik. És most mondok egy példát, aki elég eszen csináljanak valamit, jó, vagy instruálja őket, legyen kedves. Csináld, Balázs, légy szíves, előre, hátra az eséseket, jobbra-balra, jó, ezt akkor lehet folyamatosan. Jobbra-balra, Balázs, jó. És a lényeg, hogy erre zöldön légy szíves, jó, hogy elvégezte nálunk a... Lecsapja a kezén. Így van, elvégezte nálunk a hölgy a tanfolyamot, rá két hónapra elment egy mozgásfesztiválra, és vitte a süteményt. Megbotlott, elesett, és felkelt. És mindenki mondta, hogy nem ütötted meg magad. Te, és akkor kezdett el gondolkodni, hogy úgy hajtotta végre a gyakorlatot, az esést, ahogy tőlem tanulta. Igen. És akkor jutott eszébe, hogy ez hogyan? Így van, így van. Tehát nekünk az a cél, hogy amikor nálunk egy 10 óra alatt meg tudják tanulni az eséseket jobbra-balra, előre. Tehát 10 óra az alapdolgokat, vagy ez egyáltalán ez... Ez így van, az alapfok, és ez mindenkinek. És hát látjuk azért, hogy szinte kortól független, hát az ember, igen, azért. Jólán, miért kezdte ezt el? Hát én olvastam egy hirdetést az Óbuda újságban, és úgy gondoltam, hogy ez engem érdekel. Annál is inkább, mert a családban ketten is voltak, akik hát úgy haltak meg, hogy esés következtében comnyaktörés kaptak, és utána már nem mondhatjuk az önkorát, ugye? És hogy mégis mennyire tét. Igen. Hogy 60 fölött van azért, ugye? 70. 70? Jó, nem, ön mondta ki, ugye? 70 éves vagyok, és azért is vállaltam, hogy ehhez a kondícióhoz. Úgy éreztem, hogy ennek reklámot kell csinálni, mert nagyon hasznos. Én végigcsináltam, és nem csak az, hogy az ember megtanul esni, hanem a mozgás koordinációt segíti, ezt nagyon fontosnak tartom. Azon kívül, elnézést kicsinálok, hogy az általános erőllétet javítja. Igen, és kevésbé fog elesni, kevésebb baleset fogja élni. És harmadsorban pedig az is, hogyha az ember úgy szépen fejlődik óráról órára, akkor ez ad egy biztonságérzetet is, és az önbizalmat is javítja. Nekem volt egy ilyen, hogyha szabad elmondanom, a Petrukiról készült a makroncosony, és a motorral kellett bejönnöm. Ki volt kicsit modernizálva, volt a József Attila Színházban, és mondták, hogy motorpróba, Győző, be kellett jönni első motorpróba, a Győző fölött nem motoroztam soha, le voltam tiltva gyerekkoromban, motorpróba, és a fék helyett szépen meghúztam a gázt. És a nézőtér felé mentem. Megugrott a motor, és azt éreztem, hogy itt most nagyon nagy baj lesz, ha nem ugrom le róla, és elengedtem a motort, és bedobtam magam a zenekari járókba. Fönt volt elég, mert magasan a zenekari járók, és én is ugyanezt csinálhattam. De mondta az igazgatóm, hogy hát látod, hogyha egy színésszel történik, akkor föláll, leporolja magát, tovább menj, mert annyit gyakoroltuk mi is, mi más. Szóval ti ezt tanultátok is ilyen értelemben. És akkor reflexzé válik, azért akartam ezt erősíteni. Béla, ezt fogyatékos gyerekeket tanított, amikor rájött arra, hogy ugye alapvetően ők nem biztos, hogy mindazt a mozdulatsort ugyanúgy csinálják, ahogy mi, vagy mi vitte őt rá. Tehát ők nem tudnak másolódással, őnek megvan a saját kis mozgásviláguk, és azt kellett egy kicsit, hogy nekem is megismeri. Tehát nem én tanítottam őket először, hanem ők tanítottak meg arra, hogy hogyan közelítsek feléjük. Ugye volt, aki nem tudott legugolni, nem tudott egyenesen szaladni, hát ezeket mind meg kellett akkor tanítani, és utána elkezdtük szépen lassan felépíteni, és úgy juttattuk őket ahhoz a tudáshoz, ami végül is a terápiás, úgymond foglalkozás keretein belül szükséges volt, hogy ugye annak idején terápiás judót tanítottam, és értelmileg akadályozottaknak, mozgásban akadályozottaknak, látássérülteknek, jelen pillanatban hallássérülteknek tanítok, és a lényeg, hogy ezeknek teljesen más a mozgásviláguk. És az a módszer, ahogy segítettem őket hozzá az eséstudáshoz, azt gondoltam, hogy át tudjuk ezt ültetni a társadalom összes területére, tehát így alakult ki az óvi eséstan, így alakult ki a suli eséstan, sporteséstan, rehab eséstan, ami nagyon-nagyon fontos, illetve szenior eséstan. Az a lényeg, hogy akkor ezt mindenki meg tudja tanulni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megmutatták. Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.